Kérem szépen, Juma traktátus 52-es oldala következik, és folytatjuk a főpap szentélybeli szolgálatának a leírását. Méghozzá, hogyha visszaemlékeztek, akkor tegnap arról volt szó, részletesen végigvettük, fel is rajzoltuk, hogy a szentek szentjét mi választotta el a külsőbb szentély csarnoktól, a Héháltól. És ugye azt mondtuk, hogy az első miskán a sivatagi szentélycsarnokban ez egy függöny volt, aminek a nyílása az északi ponton volt. Az első szentélyben ez egy fal volt, és a másik szentélyben pedig két függöny volt. A két függöny közötti távolság egy ama volt, és azért kellett így csinálni a szentek szentjén és a szentélycsarnokát elválasztást a másik szentében, mert nem tudták pontosan, hogy hova tartozik ez a falrész, az egy álma széles falrész, a szentek szentjéből vagy a csarnokba, és egy álma széles falat viszont nem tudtak építeni, mert magasabb volt a másik szentély, mint az első, és az statikailag nem bírta volna el, és így oldották meg, hogy legyen egy álma széles, két egymással párhuzamosan futó függöny. Ez volt a tegnapi téma, és már is köszöntöm azokat, akik itt most bejelentkeztek. Köszöntjük Tamást, Veronikát, Josszit, Katát, Izsák, Micvát, az előbb még itt volt, Kálmán is itt volt, Éva, Gabi, Narissa, Mária, jó reggelt kívánok mindenkinek! Akkor nézzük, hogy miről is lesz szó a mai nap. 52-es lap, egy pár sorra a tetejétől lefelé olvassuk. Amarabi noszon, amotraxin, loichniu bajhachamim ikelifnim, ikelachutz. A Rabbi Nathan azt mondta, amotraxin, a traxin fal, és ezt tegnap már mutattuk, hogy a traxin szó, az két fél szóból áll, trak és szín. Gondolom, hogy ez vagy görögül, vagy feltétlenül görögül lehet. Az egyik az trak, szín, kint, bent. Pontosan azért, mert, ahogy Rabbi Nathan mondja, a bölcsek nem tudták eldönteni, hogy hova tartozik ez a fal. A szentély csarnokhoz, vagy a szentek szentjéhez. Maszkiftara vinna, my time-a. De a Vina a következőt kérdezte, mi az oka annak, hogy nem tudták eldönteni? Miért nem tudták volna eldönteni? Illéma, mi sundik szív. Ha azért nem tudták eldönteni, mert a királyok könyvében, amikor az első szentély építéséről van szó, akkor az első királyok hatos fejezet másik mondatában azt mondja a szöveg. Bájsz a sebban a slajmas, ha meleg slajmalás sem, sisimám a rakban. A ház pedig, amit épített Salamon király, az örökkévalónak 60 áma hosszú volt, 20 áma széles, 20 áma magas. Majd folytatja a szöveg, és azt mondja, 40 áma volt a csarnok, amely az örökkévaló előtt volt, és a faltól pedig 20 áma volt. Értsétek, miről van szó. Hát ugye, ahogy ezt mindig megszoktuk, hogy lerajzoljuk. Mit mond a szöveg? Ami minket érdekel az az, hogy ez Salamon szentélyben 60 áma, ugye az 30 méter, mindegyiket felezni kell nagyjából az ámát. Ez 20 áma széles. Eddig még jókos vagyunk, viszont amikor részletezi, akkor azt mondja, hogy a csarnok az 40, a szentek szentje 20. 20 meg 40 az 60, az stimmel, ugye? Igen, ám, de mi van a fallal? A falat azt hova számoljuk? A falnak is van egy vastagsága. És ezért azt mondom, hogy esetleg emiatt nem tudták eldönteni, hogy a fal az melyik részből van elvéve. Tehát, hogy hova tartozik? A szentek szentjébe kell beleszámolni, vagy a csarnokba kell beleszámolni? Esetleg ez az oka annak, hogy nem tudták eldönteni? Azt mondja a Talmud, Dilma lojme hané eszrim, lojme hané
Lajmehanár baj? Ez még önmagában nem probléma, ez a kérdés nem lenne kérdés, mert lehet, hogy nem kell beleszámítani se nem a szentek szentje 20 amájába, se nem a csarnok 40 amájába. Se ide, se oda. Miért nem? Mert ha lalak a hasív. Mert a szöveg, amikor részletezi a belső méreteket, akkor csak a belső méretekről szól a fal vastagságok nélkül. Tehát mind a 60 áma, mind a 20 áma a szélesség, mind a 60 áma a hosszúság, mind a felbontása a 60 ámának, az csak a belső szobaméretek, teremméretekről beszél, és nem számolja bele a falak vastagságát. Értitek? Ugye, mert valójában nem csak ez a fal problémás, hanem az is, hogy akkor az a 20 áma, az a fal külsejétől a fal külsejéig tart, vagy a fal belsejétől a belsejéig. A 60 áma az innentől idáig tart, vagy belülről belülni. És akkor ugyanígy, azt lehet mondani, hogy minden csak a belső méreteket, a nettó méreteket mondja, tehát az a középső fal, az nincs benne. Tehát ez lenne a leglogikusabb, és akkor se ide, se oda nem kell számolni. Nem kell elvenni a területéből se ide, se oda. Teidá, de kolléha, de ka hasiv, ka iszlim, hasiv léled idejét. Sőt, azt mondja Ravina, nézd meg, hogy amikor a Talmud felsorolja a méreteit a szentének, akkor, és a falakról is beszél, akkor a falak vastagságát külön említi. De nán, tanultuk a Midot traktátusban, ami a szentély építéséről szól, felsorolja a méreteket, és azt mondja, ha éjjjál, meámol, meámol. Brum, meámol. A teljes épület az 100 áma hosszú és 100 áma széles, és 100 áma magas. 50x50x50. Hogy értsétek, hogy miért? Mert valójában ezt a rajzot, ezt most kicsit tegyük arrébb. Valójában a teljes rajz, és most ez a második szentének az alaprajza, az így nézett ki. Oké? Okay. És a méretek, ugye ez a szentélycsarnok, itt ez 40, ez 20, de összességében ez az egész, ez 100. Oké? Okay. És valószínűleg ez is 100, ha jól értem. Oké? Okay. Most, akkor ezeket a méreteket gyorsan vegyük végig. Azt mondja a Mishna. Ha hech al mea, al mea, al mea, al mea. A teljes méret a 100x100x100 magas. Koiszel ha ulam, hamesan. Ez a külső fal, ez 5 áma. Széles. Itt van 11 áma. Itt van megint 5 áma. Itt van 40 áma. Itt van 1 áma. Itt van 20 áma. És így viszi tovább. A lényeg, hogy amikor felsorolja a méreteket, akkor a falak méretét is külön számolja. Tehát mit látok, hogy amikor a falak említve vannak külön, akkor a falak mérete is be van számítva, és nem csak az épület nettó terület méretei. Tehát akkor ez nem lehet az oka annak, hogy a rabbik nem tudták eldönteni, hogy ez a középső egy áma széles fal a szentek szentje és a csarnok között az hova tartozik, mert attól még, hogy a szövegben nem egyértelmű, ez csak azért van, mert ha félreérted a szöveget, és azt gondolod, hogy bruttó területekről beszélünk, akkor tényleg nem egyértelmű. De a szöveg ott
A királyok könyvében csak nettó területekről beszél, a falvastagságokat nem említi. Ela, ködösszei, ikilifni, mikilakult. Azt mondtam, ez most mondja, Ravina, nem az volt a kérdés, hogy azt az egy áma vastagságot azt a szentek szentjéből vegyék el, vagy a csarnokból vegyék el, ahogy eddig gondoltuk. Ez nem kérdés, se innen, se onnan. Hanem az volt a kérdés, hogy a szentség foka ennek a falvastagságnak hova számít. Ugye emlékeztek, hogy beszéltünk róla, hogy haladunk előre a szentélyben, egyre magasabb fokú szentséggel van dolgunk. Amikor a fal vastagságába érek, az már a szentek szentjének a szentsége, vagy még csak a csarnoknak a szentsége. Stimmel mindenkinek? Hajnú, dam, Rabbi Yochanan, Baj Yosef is Hucel. És ez az, amit Rabbi Yochanan mesélt. Mit mesélt Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan azt mesélte, hogy egyszer József is Hucel. Yosef is Hucel. Hucel az egy város Babilóniában. József a Huceli. Hucel városbeli. A következő kérdést tette föl az előbb említett királyok könyvével kapcsolatban. Lenne egy hatalmas kérésem valakitől. Valaki ide tud menni hozni egy ilyen zöld tanachot? Tudjátok, amiben minden benne van. Ilyen héber magyar. Megvan, vagy melyik? Köszönöm. Oké. Azt kérdezte Yosef is Hucel, a királyok könyve, első királyok könyve, 6-os fejezet, 19-es mondat. Ut virbe szöjha bájsz mi pnimo, éjhinle szitten sam, aztán röjjön biztosan. Amikor leírja a szentély kiasztását, akkor azt mondja, és az elválasztás az épületen belül elő lett készítve, hogy az örökkévaló frídládája oda kerüljön. Ugye az elválasztás, amiről beszél, az ez. Ugye ez a fal. Az épületen belül előkészítve, hogy oda kerüljön az örökkévaló ládája. Ugye ide kerül az örökkévaló ládája a szentek szentjébe. Az elválasztás az épületen belül, akkor a belül szót lehet azt mondani, hogy az épületen belül, vagyis a csarnokon belül, tehát a csarnokhoz tartozik a szentségben, vagy az elválasztás az épületben belül, hogy előkészítse Isten ládáját. Ami azt jelenti, hogy a belül az már a mondat másik feléhez tartozik. És akkor az a szentek szentjének a része szentségben. Hachikal már ut virbe szöjha bájsz mi pnima heichin le szitten sam. Úgy kell elolvasni ezt a szöveget, úgy kell érteni, hogy az elválasztás az épületen belül volt, azért, hogy mögötte el lehessen helyezni a frigyládát, vagy úgy kell olvasni, köszönöm szépen, skajach, vagy úgy kell olvasni, hogy az elválasztás az épületen belül, hogy el lehessen helyezni az örökké oládát, vagyis, hogy a belül szó az már az elválasztás belül az már a szentek szentjére vonatkozik. Oké, okay. Tehát akkor tulajdonképpen ez olyasmi, mint a kedvenc példánk, a királynőt megölni félnetek nem kell, jó lesz, ha mindenki beleegyezik, én nem ellenzem. Itt is ugye számos olyan szó van, amit egy összetett mondatban lehet ide is, meg oda is érteni. A királynőt megölni félnetek, nem, a királynőt megölni nem kell félnetek, jó lesz. A királynőt megölni nem kell, félnetek jó lesz. Vagy a királynőt megölni nem kell félnetek, jó lesz. Ugye? Attól függ, hova tesszük a veszőt. Ugyanígy, itt is attól függ, hova tesszük a veszőt, és ezen múlik, hogy az elválasztás a szentek szentje és a csarnok között, az hova tartozik, a csarnokba, vagy a szentek szentjébe. Oké. A probléma a következő. Hogy ezek szerint Yosef is Hucel, József a Huceli problémázott ezzel a szöveggel. És a problémája olyan jellegű probléma volt, hogy nem tudta, hogy hova kell tenni a veszőt. Igen, ám csak, hogy látni fogjuk, hogy van egy másik ember, akit nem így hívnak, de később beazonosítjuk, hogy ez ugyanaz, mint a Yosef is Hucel,
És ő egyszer azt mondta, hogy öt olyan problémája van, öt olyan problémás helye van a Tórában, ahol nem tudja elhelyezni a vesszőt, és ezek között nem szerepelt ez a szöveg. Akkor hogy ezt itt mégis így mondta? Értjük? Még egyszer. Ő azt mondta, hogy nem tudja, hova kell helyezni a vesszőt. A fal az épülethez tartozik, vagy a Szentek Szentjéhez tartozik? A gond az, hogy volt egy felsorolás, amit ugyanez az ember mondott, ahol azt mondta, hogy öt olyan hely van, ahol nem tudja, hova kell tenni a vesszőt, és ez a hely nem volt közötte. Akkor most hogy van? Lehetséges válasz. Oké, okay. Meglátjuk, mit válasz a Tóra. Mi messzáv kell egy? Tényleg? Ő nem tudta, hogy hova kell tenni a vesszőt? Ha tánya, hiszében Júda, amelyek, hamis mikrajzbe, tajrán, nem hekra. Hiszében Júda azt mondta, hogy öt olyan hely van a Tórában, ahol nem tudjuk, hogy a vesszőt hova kell tenni. Hoppá. Mi ez az öt hely? Szóval most a Talmud szövegében ez csak öt szó, de nekünk ezt hosszasan kell magyarázni, mert a kontextus mindjárt nem meg kell teremteni. Se'ész, Mishukadim, Mahar, Arur, Lekam. Viseld, Mandula, holnap, átkozott és felkel. Miről szól ez az öt hely? Nézzek először a viseld. A viseld az Káin és Ábel történetéről szól. Káin megirigli Ábel áldozatát, és irig lesz rá, és fölked az irigység benne, ugye az, ami majd gyilkosságra fogja vezetni. És erre azt mondja neki Isten, amikor látja az irigységet nála, hogy Halloim teitiv se'ész, Halloim seitiv se'ész, vim loi seitiv, lepetachatos reifetsz. Hát nem, ha jót teszel, viseled, és ha nem teszel jót, a bűn ott fekszik az ajtódnál. Ugye ezt mondja. Mit akar ezzel mondani? Hogy rajtad múlik, hogy hallgatsz a kísértésed sem, ugye? Kérdés az, hogy hát nem, ha jót teszel, viseled, és ha nem teszel jót, vétkezel. A viseled az mire vonatkozik? Hova értjük azt a szót? Mit kell azt érteni, hogy viseled? Ez a kérdés? Kétféleképpen lehet érteni ezt a szöveget. Hát nem, ha jót teszel, viseled. Nem, az azt jelenti, hogy ha jót teszel, akkor annak lesz következménye, viseled. A jutalmát megkapod a jó cselekedetednek. Ha nem teszel jót, akkor a bűn ott fekszik az ajtódnál. Ez egyik lehetőség. Másik lehetőség. Hát nem, ha jót teszel, viseled, ha nem teszel jót, és a bűn ott fekszik az ajtódnál. Ugye a magyarban nem jön annyira ki jól, de a viseled szót azt lehet a jót teszedhez is tenni, meg a nem jót teszedhez is lehet tenni. Vagy a jutalmát viseled annak, hogy jót teszel, vagy a büntetését annak, hogy nem teszel jót. Hova kell tenni ezt a szót? Azt mondta Isziben Júda, nem tudjuk, hova kell tenni. Ez egy kérdés, hogy a vesző hova kerül. Mi a következő? Mesukadim. Mandula. A menóra készítéséről van szó, és a menórának nagyon díszesek voltak az ágai. Voltak rajta ilyen mandula formák, aranyból. Azt mondja a Tóra, és a menórán négy pohár volt mandula forma, a gombjai és virágjai. Akkor mi volt a mandula forma? Az ágain, vagy a pohár, vagy a virágjain és gombjain. Ugyanígy nem tudjuk, hogy hova kerül a mandula forma. A poharakra kerül. Még egyszer. Négy, a menorán volt négy pohárforma. Ugye a pohárforma az, amikor az ágnak a végén vannak ilyen pohárformák. Volt négy pohárforma. Mi a menorán volt négy pohárforma mandula formával, a gombjai és virágjai. Akkor mind volt a mandula forma? A gombon és a virágon, vagy a poháron? Attól függ, hova soroljuk a szót, nem tudjuk, hova tegyük a vesszőt. A következő, mahar.
holnap. Ugye a zsidók mennek háborúba Amalékkal szemben, az a nép, ugye, amelyik megtámadja a zsidókat elsőként, miután kijönnek Egyiptomból, és azt mondja Mózes Jósuának a 40 év végén, hogy nem biztos, hogy a 40 év végén, elnézést, hülyeséget beszéltem, nem a 40 év végén. Amalékkal mennek háborúba, és azt mondja Mózes Jósuának, ő menjen háborúzni, és Mózes föl fog menni a hegyre, és ott fog imádkozni a háború sikeréért. És azt mondja neki, és mondta Mózes Jósuának, válasz ki nekünk férfiakat, és menj háborúzni Amalékkel holnap, én felmegyek a hegy tetejére, és az örökkévaló botja a kezemben lesz. Mire vonatkozik a holnap? Hogy holnap menjen háborúzni? Vagy menjen most háborúzni, és én holnap majd felmegyek a hegyre? Ezt se tudjuk értelmezni. Igen, és látom, Gábor kérdezi, hogy az eredeti szövegben nem voltak írásjelek, vesztők, stb. Így van. Ez a probléma forrása, hogy semmifajta írásjel nincs a Tórában, nem tudjuk, hol van a mondat, közepe, vége, és így tovább. Negyedik ilyen hely. Átkozott. Amikor Jákob utolsó fedést ad a gyermekeinek, a 12 fiúnak, akkor azt mondja Simon és Léviről, Simon és Lévi testvérek haragjukkal öltek embert, akaratukban írtottak ökröt, átkozott legyen haragjuk, és és bűnük, mert kemény volt az. A kérdés az, hogy az a szó, hogy átkozott, az kire vonatkozik? A haragjukra, ahogy az előbb olvastam magyarul, vagy arra, akit megöltek, ugye Schemre, aki megerőszakolt a Dinát. Itt is nem lehet tudni, hogy az átkozott szó, az kire vonatkozik. Az utolsó, the com. Az utolsó, az pedig Mózes haláláról szól. Isten azt mondja Mózesnek, menj fel a hegyre, és ott meg fogsz halni. Mózes 5. könyvének a végén, és szólt az örökkévaló Mózeshez, íme, te nyugalomra térsz atyáiddal, és felkel ez a nép, és majd idegen isteneket fog tisztelni. A felkel, az mire vonatkozik? A népre? Vagy a felkel, az Mózesre vonatkozik? Te majd fel fogsz kelni? Vagy eljön az idő, amikor feltámadsz? Ezt sem tudjuk. Mindenesetre 5 ilyen kérdéses, problematikus helyet említ ez az Issi ben Yehuda, ahol nem tudjuk, hogy a veszőt hova kell tulajdonképpen tenni. És ki volt ez az Issi ben Yehuda? A tánya is, hú, Jaiszef is hucol, hú, Jaiszef a bábli, hú, Issi ben Yehuda, hú, Issi ben Árié, hú, Issi ben Gamliel, hú, Issi ben Mehalel, hú, más moly, Issi ben Akivas moly. Azt mondja, a Talmud, van egy brájt, amik azt mondja, hogy ez a sok név, Jósef is Hucol, Jósef a Bávli, Issi ben Yehuda, Issi ben Gur Árié, Issi ben Gamliel, Issi ben Mehalalel, ez mind-mind egy embernek a neve. Ezek mind álnevek. És mi az igazi neve? Issi ben Akiva. Tehát akkor ugyanaz az ember az Issi ben Yehuda, és a Jósef is Hucol, ez ugyanaz az ember. És mégis, amikor felsorolta, hogy mi az az 5 hely, ahol nem tudja, hogy a veszőt hova kell tenni, akkor ott nem volt ott ez a hely. Már az a hely, hogy a fal az a csarnokhoz tartozik, vagy a Szentek Szentjéhez tartozik. Oké? Akkor a kérdést tisztáztuk. Miért volt ennyi neve ennek az életnek? Ezt egyszer már tanultuk, úgy emlékszem. Én miért volt ennyi neve? Van mindenféle magyarázat. Az egyik magyarázat, hogy nagyon a hatóságoktól kellett rejtőzködnie, és ezért sokszor cserélte a identitását. Oké, de akkor a kérdést még egyszer foglaljuk össze, volt neki egy probléma, azt mondtuk, hogy a bizonyára a problémája az volt, hogy nem tudta értelmezni a Királyok könyvében azt a fal kifejezést, hogy az a csarnokhoz tartozik, vagy a Szentek Szentjéhez tartozik, vagy azt mondja, a Talmud, de hát nem lehet, hogy ezt nem tudta értelmezni, mert egyszerűen mondott egy felsorolást, hogy mi az az 5 hely, amit ő nem tud értelmezni, és akkor az 5 ez nem volt ott. Mit mondott a Mér Jákob, hogy mi erre a jó válasz, hogy oké, közben megtudta. Szóval nem, most nem ezt a választ fogjuk adni, sokkal kézenfekvőbb választ. Az egyik az a Tórából való felsorolás. Az 5 hely, amit felsoroltunk, az mind Mózes 5 könyvéből van. A fallal kapcsolatos kételj, az pedig a proféták könyvéből, ugye a Királyok könyvéből. Oké. Okay. Ubederájsz a léka, azt mondja, hogy igen, akkor a Tórában ezek szerint nincsen több kételj?
ilyen vesszőkétel? Mondok neked mást. Vajika de bajra frizda. Mondok egy párat. Vaj islach ez nárej bnei Yisrael, vaj jálu ojlajsz. Vizbuchu zvachim shlomim lásem. És elküldte Izrael fiataljait, hogy hozzanak égő áldozatot, és vágjanak áldozatokat, békáldozatokat, marhákat. Akkor nem tudjuk, hogy ez most mire vonatkozik. Az égő áldozatok is lehetnek marhák, vagy az égő áldozatok azok azok, amik általában az égő áldozat szokott lenni, bárány, vagy a marha az vonatkozik mindenre, a békáldozatra és az égő áldozatra. Magyarul van egy felsár, hoztak égő áldozatot, békáldozatot marhát. A békáldozatra vonatkozik csak a marha szó, vagy az égő áldozatra is. Ugyanígy az a kérdés, hogy hova tesszük a veszélyt? Azt mondja, Talmud, de a Chizdem, a Szápkelele, Iszabeny, Udab, Sitele, azt mondja, Talmud, oké, lehet, hogy volt más, akinek volt kérdése, például ez, amit mondasz, de a Chizda nem tudta, hogy a marhák az a békáldozatra is vonatkozik, vagy csak a tűzáldozatra, oláldozatra, égő áldozatra, bocsánat, de Iszabeny, Huda, ő neki ez nem volt probléma, és Iszabeny, Hudáról beszélünk, és ő neki volt csak öt helyen kérdése. Oké, okay. Ezt a kérdést lezártuk, és akkor megtudtuk, hogy miért volt probléma, hogy hova tartozik ez a fal, a belső vagy a külső részhez. Most menjünk tovább. Mit tanultunk? Hogy a szentek szentje és a szentek közötti, csarnok közötti fal, az a második szentély idején nem egy fal volt, hanem két függöny. Hogy nézett ki a függöny? Északról délre jött le a külső függöny, és volt egy nyílás a déli oldalon. Déltől északra jött a másik függöny, és volt az északra a nyílás. Akkor így jött be, mint egy labirintusba. Bejött, és bent volt a fridláda. Hogy nézett ki a fridláda? Amíg elte, jó. Kicsit kinagyítjuk az egészet. Itt van a színkenyér asztala, itt van az oltár, és itt van a menóra. Okay? Ő így bement, vitte magával a lapátot benne a parázssal, és a másikban a kamalat a füstölőszerrel, és hova kell ezeket elhelyezni? Itt végig jött, bejött, lejött itt, és a, ugye, úgy nézett ki a szentek szentjében, hogy a fridládának volt két oldalon két hosszú rúdja, ami elvileg azt a célt is szolgált, hogyha fölemelték, akkor azzal vitték mindegyik rúdat, végén fogta valaki. És az így kelet-nyugati irányban volt. Még azt is tanultuk különben, hogy a rúd egészen elment a függönyig. Kintről lehetett látni, hogy a rúd, azt tanultuk, emlékeztek a Skálin traktátusban, úgy nézett ki, mint két női mell a ruha alatt. Kicsit kinyomta a függönyt ebbe az irányba, szóval kívülről is látszott, hogy hol van. Jött a főpap, és megállt itt, a két rút között, lerakta a lapátot, ráöntötte a ráöntötte a füstölőszer keveréket, és fölszállt a füst. Oké? Okay? Nézzük, hogy hogyan történt. Akit szajn ajsz a prufa minden darab, ti mész minden cafajn, már állak be ném, át sem meg jelen a cafajn, igen, a cafajn, egy fek volna a darab, már ezt menni, mert a rég, az át sem meg jelen a rég, igen, én részen ezt mártam, és ne elvárjuk. Ugye, ez volt itt nyitott, ez volt itt nyitott, végig jött, aztán elint, fölment észak felé, aztán lejött dél felé, és amikor elért ide középre a két rút közé, akkor lerakta a parazsas lapátot, meg a fűszeres lapátot. És a fűszert elöntötte. Szóval ezek törjeszel Gábel Halim is Mále Bájsz Kolojasa. Ráöntötte egybe, így egymásra pakolva, sűrűn rakva a fűszerkeveréket a parázsra. Emlékeztek, hogy ez vita volt, hogy sűrűn kellett ráöntenie, vagy szét kellett szórni. Az egyiknek az az előnye, hogy lassabban ég át, és lassabban kezd füstölni, a másiknak az előnye, hogy gyorsabban. Megvárta, amíg a füst felszállt, és betöltötte a teljes szentek szentjét a füst. Jó nagy füstje lehetett ennek.
Jacó Balaim a Derechkimben Kniszaszaj, akkor elindult visszafelé, és akkor ideért, akkor mondott egy rövid, ja nem. Jacó Balaim a Derechkniszaszaj, és amikor kijött, akkor itt a bejáratnál mondott egy rövid imát. De nem mondta hosszan, miért? Mert senki nem volt itt, ugye azt tanultuk, emlékeztek, mindenkinek egy traktussal kijebb kellett lennie. Ahol éppen volt a főpap, egy traktust ki kellett hagyni és kijebb kellett lennie. Tehát itt mindenki itt várta kint, nagy izgatotta, hogy mi van bent. Ugye? Ha a főpap nem érdemes a főpapi státuszra, akkor ott rögtön a szentek szentjével meg fog halni. Ugye? És ezért mindenki izgult, hogy most mi lesz. Ezért csak egy nagyon rövid imát mondhatott itt a bejáratnál, hogy gyorsan kimenjen, mindenki megnyugodjon, hogy oké, nem halt meg a főpap. Ne hosszan imádkozzon. Oké. Okay. Ez a misna. Mit mond erre a Talmud? De Májasz Kinnan, miről is van itt szó a misnánkban? Melyik szentéről van szó? Itt van egy probléma. Ha az első szentéről van szó, akkor az első szenténél függöny volt, vagy fal? Nem, az a miskánban volt. Azt mondtuk, a miskánban volt egy függöny, az első szentében volt egy fal, a másik szentében volt két függöny. Akkor az első szentély idején egy fal volt. Akkor az nem lehet, mert itt azt mondja el, hogy a két függöny között hogy kellett lavíroznia. Akkor az nem lehet az első szentély. Miért nem lehet a másik szentély? Hogy? Nem. Mert a másik szentély idején nem volt már frigyláda. Mit tanultunk a Skalim traktátusban, hogy Jasiáhu király elásta a frigyládát az első szentély végén? Akkor nem stimmel a misna? Vagy nincs frigyláda, vagy nincs két függöny. Ilém a bemügdös rissajn, mihába pedig? Ha az első szentélyről van szó, akkor nem függöny van. Ella a bemügdös séni, hanem akkor a másik szentély. De ha meg a másik szentély, akkor nincsen frigyláda. Ha tánja, hiszen tanultuk, mi se nignaz arra, hogy nignaz a imai cincene számonuc lehi semen, ha miska, umákla és rádonuska, deo, fracheo, beárgas és igru plistim, darany leleke Izrael. A Talmud felsorolja, tanultuk, hogy mi mindent rejtettek el az első szentély végén, mi mindent tűnt el. Eltűnt a frigyláda, eltűnt a mannás kosár, ugye Mózesnek azt mondta Isten, hogy egy kosár mannát tegyen félre sivatagban, és azt mindig őrizték a frigyláda mellett, ez is eltűnt. Úgy szlöjhén sevenem is, amikor Mózes készítette a keletolajat, abból is félre kellett tenni, és az is eltűnt. Mákrössel áronuska deoprocheo, és eltűnt Áron botja, ugye, amikor Kórach lázadása után azt mondta Mózes, hogy Áron a többi törzsfőnök együtt tegye ki a botját a szentek szentjébe, és Isten meg fogja mutatni a botok révén, hogy kit választott ki, és amikor jöttek másnap reggel, akkor Áronnak a botja mandulát és mandula virágot eresztett. Ez is egy csoda, és ennek is, ezt is örökre ott tartották a szentek szentjébe. De ez is eltűnt. És eltűnt még valami, Árgese Sigru, Plistim Dörönleli Keisrael, a filiszteusok küldtek ajándékba, amikor visszaküldték a frigyládát, akkor küldtek ajándékba egy doboz ajándékot. Nagyon szép történet, amit olvasunk, szerintem valószínűleg Sámuel könyvében, hogy egy harc közben a filiszteusok ellopták a frigyládát, de bárhol került a frigyláda, az mindenféle betegséget okozott. Milyen betegséget? Nagyon jó humorú, a jó Isten. Mi volt a probléma? Részben, hogy patkányok jöttek, részben, hogy aranyerük volt. Különben lehet, hogy ezért hívják ezt aranyérnek? Várjatok! Most kapcsolok, hogy magyarul miért hívják aranyérnek. Héberült Horim. És sőt, vannak olyan vélemények, hogy a probléma kettős volt, hogy miközben az aranyérrel szenvedtek a filiszteusok, jöttek a patkányok, és a hátsójukat megkóstolták. Most ugye a filiszteusok rájöttek, hogy ez nem stimmel, és erre adtak ajándékot a zsidóknak. Milyen ajándékot? 5-5 kis aranyszobrot, patkányok szobrat, és 5 aranyér szobrot. Azt nem tudom, hogy ezt hogyan formálták meg,
De különben tudjátok, miért nevezik az aranyéret aranyérnek? Nem lehet, hogy emiatt? Mert hogy aranyból készítettek ilyen ereket nekik. No, akkor itt a feladat, házi feladat, meg lehet nézni, hogy a magyarul miért hívják aranyérnek. Most hirtelen arra gondolok, hogy lehet, hogy emiatt, mert aranyajándékot készítettek. Mindenesetre ez az ajándékos doboz, ez bekerült a szentek szentjébe az, a Fridláda mellé, és ez is eltűnt. Mi gonzoly? Kitüntette el? Josiahu? Josiahu király! Emlékeztek el, tanultunk a Skalim traktátusban. Miért? Miért tüntette el Josiahu király? Rase kaszó, mert látta, hogy Isten azt mondja Mózes 5. könyvében, Jaj, lecha sem a iszkosz, málkafásért, takima lecha, hogy Isten majd elvezet téged egy idegen országba, téged és a királyodat, ami fölötted van. És akkor megijedt, hogy akkor a zsidók számüzetésbe fognak kerülni. A asszírok már nagyon ott voltak, hogy lerombolják Jeruzsálemet, és ezért nem akarta, hogy a Fridláda az fogságba essen, úgymond, és illetéktelen kezekbe kerül, és ezért elrejtette a Fridládát. És nem már, hogy jöjjön a Vimod Vinimatalisztről, hogy írva van a Krónikák könyvében, hogy szólt a papokhoz és egész Izrael népéhez, az örökkévaló szentjeihez, vigyétek a örökkévaló szent ládáját a házba, amit Salamon épített, ne legyen többé nektek teherként, és most pedig szolgáljátok az örökkévaló isteneteket és Izrael népét. Oké. Okay. Amarábi Lazar, Ászse, Sama, Sama, Vászse, Dörös, Dörös, Vászse, Mismeresz, és az, hogy nem csak a Fridládát rejtette el, hanem az összes többit is, amit felsoroltunk, azt a szöveg különböző párhuzamos kifejezéseiből tudjuk. Oké. Okay. Mindenesetre mit látunk ebből? Hogy a második szentély idején nem volt már Fridláda. Akkor hogy lehet az, hogy függönyről beszél, meg Fridládáról beszél? Most, hogy belegondolok, ez általában is egy probléma. Á, nem, ez lehet, hogy a Miskánnál. Ugye mit mondtam, hogy a két rúd, az látszódott a túloldalon, a függönyön keresztül. Akkor azt mondjuk, amikor egy függöny volt a otyákban, a Miskánban, vagy akár valószínűleg Silóban is valószínűleg egy függöny lehetett. Ezt most nem vagyunk biztos, mert Silóval nem beszéltünk, Silóval is 300 évig állt a szentély, és ott már kőfalak voltak. Akkor mi a válasz erre a kérdésre? Azt mondja, Talmud Leilam, Migdaseini. Valójában a második szentélyről beszélünk. Máig jelen, de akkor mit jelent az, hogy elérkezett a Fridládához? Hát a Fridláda az nem érkezhetett, mert a második szentély idején már nem volt Fridláda. Le Makemare, a Fridláda helyéhez. De ha tanni, nassan eszem, ágtal a bénabádim. Jó, de az is írva, hogy le kellett tenni a Fridláda rúdjai közé. De hogy mit jelent a Fridláda rúdjai közé? Éma, bén is néjavádim. Igen, a helyük közé. Oké. Okay. Ezt a kérdést tisztáztuk. Még egy utolsó dolog. Mit kellett csinálni a fűszerkeverékkel? Szavár eszak törjeszel Gábert Harim, fölhalmozni a parás fölé. Nem, kemánda már szajvra. Ezek szerint azt a véleményt követjük, aki azt mondja, hogy halmozni kellett, és nem szétszórni. Tána hádat szajvra pnimasi, hucolai, tána idar szajvra, hucosi pnimalai. Kérdés, hogy hogyan kezdte rászórni? Ha én szembeállok a lapáttal, és mondjuk ez a lapát, akkor kívülről befelé kezdem rászólni, vagy belülről kifelé kezdem el rászólni. A lapáton van a parázs. Hogy kell csinálni? Amar a bájet a naihi. A báj azt mondta, ez egy régi vita a mesterek között. Amar a báj mi sztábrak mánda, amar pnímeséjú húcalaj. Ezt nem lámdi nagy szó, hogy hizzalsen, hogy tászkempa neha sem a ti baze. De azt mondja, a báj a logikusabb, hogy kívülről befelé öntötte rá, és nem belülről kifelé, mert azt tanultuk, hogy azt mondták neki, vigyázzál, hogy kívülről befelé öntsed, hogy ne hozd magad szégyenbe. Miért? Hogyha belülről kifelé öntötte volna rá, amikor rárakod a fűszerkeveréket, az rögtön lángra kap. És megégette volna a kezét, mert kívülről, mint amikor az ember a barbecue-n a külső húst akarja levenni, és átnyúl a tűz fölött. Ugye? Akkor... elnézést a példája. Ugye nincs, hogyha belülről kifelé csinálja, akkor rárakja, följön egy láng, és a kezét megengedi, míg hogyha kívülről befelé, akkor nem fogja magát
megégetni. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap, és közben itt többen is mondják, hogy az aranyér az nem innen jön, sajnos. Azt mondja, Gábor, az aranyér név középkori eredetű anyanyat érő vérzést jelent. Azonnak a szerencsés magas vérnyomásban szenvedő betegnek, akik időnként kivérző anyaeresű volt, nem kellett a felcsének az érvágásért annyit fizetni. Ez gyanús. Az aranyér talán a németből jön, most nem jut eszembe, hogy orosz vagy angyelul van-e népies ellenőrző, valószínű, hogy a németből, mondja Larissa. Azért lehet, hogy valami filiszteus magyarázatot is tudunk rá találni. Köszönöm szépen, barátaim! Köszönöm, hogy velem tartottatok. Holnap reggel ugyanígy, ugyanekkor sok szeretettel várunk benneteket. Folytatjuk a véget nem érő tanulást.